Nézzük a következő képet. Itt egy szivárvány látható a csarnok felett. Nagyon szeretik a szivárványt a street fotósok, az amatőr fotósok, mindenki. Én meg nagyon szeretem azokat a dolgokat, ami a gics határán van. A közhely ugye attól gicses, hogy már nagyon sokat láttunk, nagyon sokan értelmezték, és az értelmezése az nagyon egyszerű. Hát itt tulajdonképpen az, hogy meghagytam ezeket az árnyékolókat, nem csak tisztán magára a szivárványra és a csarnokra fókuszáltam, hanem hogy abból a látómezőből mik takarják ki az eget, és ezek a kitakarások, ezek a foltok, ezek milyen plusz esztétikai vagy tartalmi jelentést hoznak, és hogy befolyásolják az egészet. Kifejezetten vonzanak ezek a határdolgok, hogy tudok egy újabb fajta, vagy egy másfajta megközelítést, vagy értelmezést összehozni ezzel a világgal, vagy ezzel a képpel. Én itt lakom innen egy ilyen 150-200 méterre a Déri Miksa utcába, és ezt a környezetet, nagyjából olyan 500 méteres környezetet, ezt, ahol gyakran megfordulok, ismerem az embereket, ismerem a környéket, itt szoktam fényképezni. Na, ez a kép itt készült, két tükör, és hát ebben nekem az volt az izgalmas, hogy észrevettem, hogy szelfiznek, ami egyrészt a mi kultúránkban ez egy ilyen megmosolyogtató dolog, mert hiszen az arcot nem látjuk, nem látszik semmi felismeretlen, bárki lehet a ruhákba. De viszont az ő kultúrájukban valószínűleg ez teljesen mást jelent, más érzés. És hát amikor észrevették, hogy fotózom őket, akkor egyből ők is elkezdtek engem fotózni. Nem tudom, hogy mire gondoltak, nem tudom, hogy zavarta őket, vagy nem zavarta, hiszen semmilyen szemkontaktust, semmilyen gesztust nem látszott ki ebből a két pici kis résből. Egyébként izgalmas lenne, én gondoltam arra is, hogy megnézni, hogy tényleg csak egy ilyen rést hagyok a szemem előtt, hogy milyen lehet a világot így látni ezen a szűk csíkon keresztül. Majd a szöveget kint elmondom hozzá, mert itt zajos. Ez a kép valamikor nyáron készült a Bacsó Béla utcában. A Bacsó Béla utca egy kicsit egy ilyen kulturális hely lett. Előfordul gyakran, hogy fiatal művészek, táncművészek vagy festők kijönnek ide és táncolnak, dolgoznak, zenélnek. Ez egy táncos csoport volt, nem ismerem őket, nem tudom, hogy kik voltak. Egy magnóról szólt a zene, és csináltak egy kis előadást, egy ilyen utca előadást. Nem egy ilyen intézményesített dolog, hanem egyszerűen így kihozzák a művészetüket. De hát az utcazenész is tulajdonképpen ugyanezt csinálja, vagy ami a Víg utcában van, a Pucs Galéria, amit én nagyon szeretek. Az is tulajdonképpen ennek a környezetnek, ennek a kis térnek, ennek a kis közösségnek szólt. Nagyon sok fotós azt érzi, hogy el kell menni egy másik környezetbe, ahol kívülállóként talán észre tud venni olyan dolgokat, ami fontos neki. Én meg ezt leegyszerűsítettem, hogy sokkal jobban ismerem ezt a világot, sokkal jobban ismerem ezt a környéket. Nem kell utazni, nem kell megtanulni a dolgokat, hiszen itt minden készen áll. És itt ugyanaz van, mint ott. Szóval, hogy felesleges egy helycsere, felesleges az utazás, hiszen a környezetünkben minden megvan, mint a világon mindenhol. Itt fényképeztem a két srácot a következő képről. Itt sétált előttem ez a két srác, hát messziről látszik rajtuk, hogy nem helyi lakosok. És volt, nem tudom, volt bennük valami nagyon kedves harmónia, hogy beszélgettek. Az indiaiak azok például, a férfiak is nagyon érzékenyen tudnak egymással beszélgetni, vagy valami nagyon finomságot éreztem kettőjükbe, és megszólítottam őket, elmondtam, hogy itt lakom a kerületbe, és hogy fotózni szoktam azokat az embereket, akik itt megfordulnak, és hát nagyon kedvesen mondták, hogy akkor róluk is csináljak egy képet. Azt bánom, hogy elfelejtettem megkérdezni, hogy a turbános
srácnak, a turbányának a színének van-e valami jelentése. Ugye erős rózsaszín turbánban volt. Amikor itt sétáltunk és megláttam itt a rózsaszín graffitit, és egyből összekapcsoltam a rózsaszín turbánra. Ugye a rózsaszín az egy nagyon erős jelentéssel bíró szín. Imádom egyébként itt a kerületben, mindig észreveszem, nézd meg ezt a rózsaszín esernyőt a hölgynél. Szóval, hogy ezeket a dolgokat szeretem így összekapcsolni, és bár a képen is tulajdonképpen csak ennek a rózsaszínnek az alsó sarka látszik, de ez a két szín nagyon erősen össze tud köszönni. Egy helyi rózsaszín és egy Indiából érkezett rózsaszín. Ezeket a fotókat mobiltelefonnal fényképeztem. Azt vettem észre, hogy sokkal közvetlenebb kapcsolatot tudok kialakítani azokkal, akiket fényképezek. Nem egy ijesztő dolog, hiszen van mindenhol mindenki mobiltelefonnal fényképez, és technikailag bőven alkalmas arra, hogy azokat a vizuális üzeneteket azokban a médiákban, elsősorban a közösségi portálokon vagy interneten, de akár kiállításokon is teljes mértékben használhatók technikailag. Szóval sokan azt hiszik, hogy a kultúra az valami absztrakt dolog, és az azoknak szükséges, akik ezzel foglalkoznak. És hogy ha elmegyünk egy buliba, akkor tudjunk beszélgetni a legújabb könyvekről vagy filmekről. Valójában inkább azért fontos szerintem, mert alakítja a gondolkodásunkat, alakítja azt, hogy így megismerjük, könnyebben megismerhetjük a világot, az érzéseinket, és segít tájékozódni egy csomó dologban. Egy nagyon gyakorlatias tudást ad az embernek.